Köszöntöm Önöket itt a köztérben. Régi adósságunkat törjesszük, hiszen megígértük Önöknek, hogy ha a lakásszövetkezettel kapcsolatban változások történnek, akkor beszámolunk róla, és megvan az első kúria döntés. Erről fog beszámolni nekünk, illetve számos egyéb részletről Szabó Melinda szövetkezeti tag. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mi is köszönjük a lehetőséget. Nem tegnap történt a döntés, hiszen, ha jól emlékszem, november végén a kúria tulajdonképpen az első és másodfokú hatóság eljáró bíróságnak a helyben hagyta a döntését. Igen, a szövetkezetnél az a gyakorlat, bevett gyakorlat, hogy hiába mondja ki első fokon a cégbíróság a törvénysértést, a másodfokon az ítélőtábla is, akár a budapesti vagy a győri ítélőtábla, szövetkezet általában fellebbez. Pontosabban a kúriához nem fellebbezés van, mert az ítélőtábla úgy mondja, hogy fellebbezésnek nincs helye, de jogorvoslaté fordul a szövetkezet a kúriához. Hát valóban az első ilyen beadványomra megérkezett a kúria válasza. Ez helyben hagyta az első fokot, másodfokot, szövetkezetet kötelezte a jogsértés megszüntetésére. Ami érdekes volt ebben a végzésben az, hogy mi jogban járatlanok, nem tudjuk a polgári rendtartást, a PP-t, az még úgy elmegy, de az, hogy egy több tíz éve gyakorló ügyvéd nincs tisztában a PP-vel, az azért már sokkal húzósabb. És bizony a kúria több olyan megjegyzést tett a szövetkezet beadványával, ami azt sugallja, hogy eléggé aggályos beadványt nyújtott. Tudom, ezt nem néztem egyébként, most be kell, hogy vajon a szövetkezeti honlapot erről beszámoltak, mert általában beszoktak számolni az ilyen eljárásoknak az alakulásáról. Nem. A szövetkezetnél ezeket általában eltitkolják. Például nagyon érdekes, hogy Farkas Béla ügyvezető úr a bevett gyakorlatot folytatta most is, 17 őszén és decemberében is. A szokásos lekezelő válaszokban, hogy nem tud választ adni, mert nem tudja eldönteni, hogy kinek szólt a beadvány, mert lehet, hogy olyan megszólítás volt, hogy tisztelt ügyvezet, Farkas Béla ügyvezetőigazgató, tisztelt Herceg úr elnök, tisztelt Herceg József elnök úr. Ezt már tarthatatlannak tartottam, és írtam az elnök úrnak egy e-mailt, és mellékeltem hozzá azokat az ítélőtáblai végzéseket, hogy a szövetkezet milyen jogsértéseket követel ezzel, és állítólag igazgatósági ülésen Herceg úr figyelmeztette is Farkas urat, hogy ezt nem folytathatja tovább. Én kértem a Herceg elnök urat, hogy legyen kedves ebből az igazgatósági ülésnek azon jegyzőkönyvéből, amikor ott figyelmeztették Farkas urat, hogy szüntesse meg ezeket a jogsértéseket, abból egy másolatot küldjön ki. Ami még nagyon érdekes volt, hogy a Herceg úr válaszában azt írta, hogy az ügyvéd úr nagyon bólogatott és helybeadta, hogy valóban nem lehetne ezt a gyakorlatot folytatni, holott szent meggyőződésem, hogy az ügyvéd úr keze is bent van, az a határozott véleményem. Nem tudom, hogy születnek. Hogy van a munkaszervezés, tehát nem tudom, ezt nyilván a szövetkezetnél tehát az, hogy ezt azért merem állítani, és azért alakult ki ez a véleményem, mert a cégbíróságra ügyvéd úr által beadott papírokból ez egyértelműen kiviláglik. De azt hiszem, hogy... Aztán van itt egy másik eljárás is, illetve azt hiszem, hogy egy peres eljárás a fűtés-elszámolási dolgokkal kapcsolatban. Igen, tarthatatlan az, hogy az én megítélésem szerint valamit tenni kellene ez a tehemes költségmegosztókkal kapcsolatban, és ezért egy pert indítottam, amely folyamatban van. Majd meglátjuk, hogy milyen ítélet születik benne. De ezügyben a költségmegosztókkal kapcsolatban Tófalvi, a Tehem Kft. Ügyvezető igazgatója néhány hete volt itt lent, és több kijelentést is tett, meg tartottak egy fogadónapot a Széphőnél. Itt érdekes információkhoz jutottunk, és ezekről szeretném tájékoztatni a tagságot, amennyiben mód van rá. A panel programos felújítással kapcsolatban a szövetkezet mindig arra hivatkozott, hogy
a pályázatokban kötelezővé tették a költségmegosztók felszerelését. És akkor ez nem így volt? Az én megítélésem szerint nem, mert a szövetkezetnél, és tudok Fehérváron is több olyan háztömböt, ahol ugyanúgy megvolt a panelfelújítás, ablakcsere, szigetelés, és mégsem szereltek be a költségmegosztókat, tehát nem volt kötelező. Az, hogy a lakásszövetkezeti lakásokban ezt kötelezővé tette az egyes számú lakásszövetkezet, abban a szent meggyőződésem és a határozott véleményem, hogy a LOSZ otthonunk alapítványának, a LOSZ-nak, és bizony Farkas úrnak is, aki a mi igazgató szövetkezetünk ügyvezetője, hát keményen befolyásolta ezt. Nem lehet, hogy ezért kaptak valami döntést? Vagy elnézést, nem lehet, hogy ezért kaptak valami kedvezményt esetleg, vagy ilyesmit, és így olcsóbb volt megoldani, nem tudom, nem értek a gazdasági ügyekhez, de biztos, hogy utána jártak ennek is. Hát egyharmad arányban volt. Nekem van olyan ismerősöm, aki szigetelés technikával foglalkozik, és van olyan ismerősöm, aki ablakokat forgalmaz. Én kérdeztem tőlük árajánlatot, hát az egyharmad arányos kalkuláció elég húzós volt, sokkal olcsóbból meg lehetett volna csinálni. Tehát azért nekem vannak ebben is fenntartásaim. Ami nagyon érdekes, a szövetkezet azt állította, hogy nekik semmi közük nincs, átpasszolta a felelősséget minden alkalommal a polgármesteri hivatalra. Én a polgármesteri hivatalhoz fordultam, és a polgármesteri hivataltól azt a választ kaptam, hogy a pályázatot a Székesfehérvár egyes számú lakásfenntartó szövetkezet készítette, erre vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. Tehát a pályázatot azt a szövetkezet készítette. Tehát az, hogy abban mi került, az a szövetkezetnek a kontójára írható, ami azért is aggasztó, mert most derült ki pár hete, hogy ezekbe a pályázatokba olyan kötelességet vállalt a szövetkezet, hogy 2021-ig fenn kell tartani a költségmegosztókat. De ez hogy csak pár hónapja derült ki? Hát, nem tudtak önök róla? Nem. Tehát bármikor próbáltunk a pályázatokba betekinteni, azt mondták, hogy nekünk ehhez nincs jogunk, tehát titkosította. Holott a szövetkezet megígérte, hogy a szomszédok újságban azt tette közre, hogy a pályázatba bármikor bárki betekinthet. Én több tucatszor kísérletet tettem, és nem sikerült betekintenem. Tehát nem tudjuk, hogy mit tartalmaz, mit kötöttek a fejünk felett, mit vállalt a szövetkezet vezetősége, hát a pályázatot. Igenis, hogy ez azért is aggályos, mert a szövetkezeti törvény kimondja, hogy minden fontosabb döntés előtt az érintett körzet véleményét ki kellett volna kérni. Tehát úgy írta meg a pályázatot a szövetkezet, hogy nem kérte ki a tagok véleményét. Azon kívül több köztér műsorban is szó volt arról, hogy bizonyos kompenzáció járna az épületek elhelyezkedési lakások, hogy mely északi fronton vannak, nincs szigetelve a tető. Tehát ez is a törvényben fekete-fehérre le van írva, hogy milyen kompenzációkat kell adni. Sajnos a szövetkezetnél ezt sem tartják meg. Például a felső emeleti lapos tetőt épületeknek közvetlen tetőfelület alatt 20%-os korrekció illetné meg a lakókat. És akkor ez nem szerepel, akkor ezek szerint az elszámolásban? Valamennyi, nem tudjuk, hogy vannak. Tehát a tehemes költségmegosztóknál az egyik probléma az, hogy ezek programozva vannak. Nem tudjuk, hogy van beprogramozva. Állítólag függ a radiátor méretétől, tehát arról sem kaptunk tájékoztatást, hogy van beprogramozva. Azon kívül a tehemes költségmegosztós elszámolásokat már jó ideje, több mint egy, talán 2014-ben kaptuk meg utoljára. 2014 óta nem lehet hozzájutni. Mondjuk erre azt hiszem, hogy pont a legutóbbi adásunkba tette erre ígéretet a Tófalvi úr, hogy valami fejlesztés történik náluk. De a törvény azt írja elő, hogy bárki, tehát egy általános iskolás, negyedik osztályos gyerek is utána tudná ellenőrizni, úgy kellene a számításokat csinálni. Hát a tehemes elszámolásokból biztos, hogy nem tudja még egy matematikában járatos sem pontosan, hogy történik az elszámolás. Tehát az egész elszámolási rendszer egy katymosz, amiből
nem tudhatja meg a tag, hogy pontosan, hogy is számolt a tehen. A másik nagy probléma az az, hogy a 2012-ben született meg az ERÜKS irányelv. És ez csak egy ajánlat, amit Magyarországon nem tette kötelezővé a költségmegosztó felszerelését. Ennek ellenére, tehát nálunk már 2001-ben bevezették jó pár épületbe, sőt, ahogy hallom, már 1997-ben a szénatéri lakásokban kísérletképpen. Amikor 1997-ben a civil központban a szövetkezet összehívott egy úgynevezett fórumot a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban, akkor a színatéri lakók határozottan kifejtették, hogy ez egy alkalmatlan módszer. Ennek ellenére a szövetkezet mégis belekényszerített bennünket. Azért mondom, hogy kényszerített, mert tipikus példája a mi háztömbünk. De most nézzük egy picit meg a lakásszövetkezeti törvényt. A lakásszövetkezeti törvény azt mondja, hogy a lakóközösségnek kellett volna az elosztási arányokba döntenie. Ez sincs meg. Tehát a szövetkezetünknél tulajdonképpen... De miért nem döntettek a lakók? Nem, tulajdonképpen a fejünk felett születtek döntések, csak egyszerűen közölték, hogy 50%-os arányba, vagy 30, vagy valami. Nem tudjuk, tehát azt tudjuk, hogy hány százalékos arányba döntöttek, de nem kérdeztek meg bennünket. Sőt, mi több, amikor a csörőfűtés ügye előkerült, akkor a Farkas ügyvezető igazgató előállt egy olyannal, hogy emeljük meg a légkömméter alapú, mert a fűtésdíj az épület gigazsúl fogyasztásából, hogyha kivonjuk a melegvízre elhasznált hőmennyiséget, akkor megkapjuk a fűtésre elhasználtat. A fűtésre elhasznált gigajoule mennyiség, az két részből tevődik össze, egyrészt a légköbméter alapú díjból, majd a tehemes költségmegosztós elszámolási díjból. Na már most a csőrőfőt is témája, amikor előkerült, a Farkas úr előállt azzal az ötlettel, hogy emeljük meg a légköbméteres mennyiséget 70-80%-ra. Hát akkor megkérdezem, hogy minek van szükség egyáltalán a költségmegosztóra. Mert itt több millió forint, több százmillió forint ment el a felújítási alapukból. Jó, mondjuk van olyan, aki meg azt mondja, tehát én is találkozom, én is távfűtéses lakásban lakom, és van olyan, aki visszakap, van, aki ráfizet, mondjuk nyilván ez a lakók között egy óriási vitát generál. Ennek az aránya nem tudom, hogy milyen, mert elképzelésem sincsen. Én mindig a fizető lakók közé tartozom, tehát nekem mindig rá kell fizetnem, de nálunk kisgyerek van. Ez természetesen így van, erről se kapunk tájékoztatást, holott én az ombudsmanhoz fordultam, és az ombudsman azt mondja, hogy ezekről részletes tájékoztatást kellett volna kapnunk. Tehát ez is aggályos. Nyilván, hogy aki visszakap, az meg van elégedve, akinek rá kell több százezer forintot fizetnie, az nincs megelégedve. Ami nagyon fontos, Tófalvi úr itt lent volt, de előtte a Tehem Kft. A Széphöz ZRT épületében egy fogadónapot tartott. Ez a fogadó két napot jelöltek meg, augusztus 24-ét, szeptember 26-át. Augusztus 24-ére 18 óráig volt a fogadónap, szeptember 26-án csak 15 óra 30-ig. Én írtam levelet, e-mailt is a Tehemnek, és kértem arra, hogy augusztusban majdnem mindenki nyaral. Tehát alkalmatlan volt, miért akkor jelölték meg 16 óráig. Kértem azt, hogy a szeptemberi időpontot hosszabbítsuk meg. Nem történt reagálásra, ezért írtam egy második e-mailt is, szeptember 2-án, és ezt írtam benne, ez azért lényeges. Tiszteltem, augusztus 24-én küldtem önöknek egy e-mailt, amelyben a székesfehérvári szeptember 26-ai ügyfélfogadási időpontjuk meghosszabbítását kértük. Ismételten tisztelteljes kérésünk az, hogy felmerült igénynek megfelelően tegyenek eleget kérésünknek. Sajnálatos módon eddigáig nem reagáltak augusztusi megkeresésemre. Tisztelettel és köszönettel Szabó Melinda, a szövetkezeti munkacsoport tag, Székesfehérvár, és a címemet írtam ide. Erre mi volt a reakció a szövetkezettől? Azt írja, hogy a Farkas úrtól kaptam egy levelet, amelyben írja, hogy az ön második levelének számunkérő hangneme, tehát kifogásolta a hangnemet, nem tudom, hogy ebbe a levélben mi kifogásolni való volt, szerintem egy eléggé udvarias
levél volt. Majd így folytatódik a levele, felszólítom, hogy a jövőben a szövetkezeti megjelölés minden formával szíveskedjék kerülni. Amennyiben még egyszer ilyen megtévesztő titulus használ, feljelentéssel fog élni szövetkezetünk. Ez a fenyegetés, ez a megsemmisítés, amit a szövetkezet vezetősége, a tagsága szemben folytat, az elfogadhatatlan. És egy demokratikusan működő szövetkezetben elképzelhetetlen lenne. Na már most, részt vettem ezen a fogadónapon, érdekes információkat kaptunk, ennek hatására levelet írtam a Tehemnek, és írtam, hogy itt azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a rádiós költségmegosztókat 5 évig fent kell tartani. Ezzel kapcsolatban a következő választ kaptam. A lakásszövetkezetünk TEM között 2014-ben létrejött vállalkozás és szerződés az általános, a TEHEM által is követett gyakorlattól eltérően nem tartalmaz hűségidőt. Akkor most nem kell feltartani semmiféle. Csak ha a panelprogramos pályázatban viszont az van, hogy 2021-ig kell fenntartani, és akkor már helyben is vagyunk, mert a Tófalvi úr azt fejtegette itt a műsorban, hogy 10 év után le kell cserélni. Tehát azokat a mechanikus a költségmegosztókat, amik ott voltak, az tulajdonképpen 2004-5-6 körül lejártak, ezért lecserélték rádiósra, és már mindjárt ott is vagyunk 2016-17, meg is vagyunk a 2021-nél. A következő kérdés az volt, hogy mit tartalmaz a fejünk fölött ügyvezetünk által alákötött szerződést arra az esetre, hogyha esetleg ki akarnánk lépni. A TEHEM azt mondta, hogy ez üzleti titok, nem tud nyilatkozni. Ez annál, mondjuk elképzelhető a igen, két szervezet de között. Azt mondja, hogy a támogatási szerződés tartalmaz-e hűségidőt, és mennyiben, így akkor milyen időtartamban nem rendelkezünk információval. Ez nehezen hihető, mert a TEHEM vezérigazgatója a LOSZ otthonunk alapítójának kurat tagja. Tehát ő nagyon tudja, mert a LOSZ otthonunk alapítványa írta ki a pályázatot, ahol a Tófalvi úr kuratóriumi tag. Tehát tudnia kellene, hogy mi van a pályázatban. A következő nagyon érdekes dolog volt az, hogy kértem azt, hogy legyenek szívesek tételesen felsorolni, közölni, hogy a folyadékos digitális rádiós költségmegosztók pontosan mikor, milyen engedélyekkel tanúsítványokat kaptak. Tudomásom szerint a legmodernebb készülékek az úgynevezett rádió sem rendelkezik semmiféle hitelesítésre, és nem is lehetséges hitelesíteni. Így teljesen érthetetlen, hogy semmiféle hitelesítési bizonyítványra rendelkező készülékeket úgy próbálták a szövetkezeti tagságra rábeszélni, hogy tényleges fogyasztáson alapuló elszámolás lesz. Erre közli, hogy az optikai készülékük az van egy típusengedélye, amit 1998-ban szereztek meg, a rádiósa pedig egy 2003-ban szereztek típusvizsgálati engedélyt. Ez azért lényeges, mert a 14-ben Farkas úrtól kaptam egy levelet, amiben azt írja, hogy amikor az elsőt, mármint költségmegosztót felszerelték, meg még nem álltak rendelkezésre modernebb eszközök, amelyeket azóta kifejlesztettek. Tehát 1998-ban már a mechanikus rendelkezésre állt, ezért ennek ellenére 2001-ben nálunk a betiltott és használhatatlan ampullát szerelték fel. Nem tudom, hogy volt-e raktáron, és meg akartak tőle szabadulni azért. A rádiósnak az engedélye állítólag az 2003-ban megszületett, nálunk 2006-ban mechanikusakat szereltek, vagy nem mechanikus, hanem ezt a digitális szerelték fel, és csak 16-ban cserélték le, vagy 14-15-ben cserélték le rádiósra. Tehát már rég rendelkeztek engedéllyel, Farkas úrnak ezen állítása nem helytálló. Tehát volt már olyan modern készülék, ennek ellenére mindkét esetben az ócska régit szerelték fel. De nem lehet, hogy már tehát anyagi oldalról közelítették meg, és spórolni akartak a nem tagságnak? Nem tartom valószínűnek.
Kérdeztem azt, hogy mennyibe kerül az egyszeri és éves, egyszeri és havi leolvasás költsége, valamint, hogy hány darab, milyen digitális rádiós költségmegosztó alapján számláznak az egyes számú szövetkezetnek. Ezt képtelenség megtudni. A szövetkezettől is próbáltam meg, hogy hány darab, milyen készülék van. Akkor egyszerűen utána lehetne számolni a költségeknek. Sehonnit nem tudjuk megszerezni ezen információkat. Ez érdekes, mert erre az én háztömbrömmel kapcsolatban kaptam valami információt, amire azt írja a Tófalvi úr, hogy a Salétrom út 19-es épületben összesen 76 darab lakás, 220 darab költségmegosztó készülék található. A mi épületünkben 5 lépcsőház van, lépcsőházonként 15 lakás, tehát az 75, nem 76. Tehát akkor nem tudom, hogy miért 76-ot számolnak. A költségmegosztók száma pedig nem annyi, amennyit megjelölt, hanem 219. Hogyha megnézzük, hát 3 van lakásonként. Tehát, és ott egyforma lakások vannak, ez teljesen biztos is. Minden lakásban 3 van. Tehát ez tuti. Azon kívül itt a költségekkel is probléma van. Az elszámolási költségekkel azt állította a Tófalvi úr, hogy a Tehemnek a soha nem számoltak el 21 millió forint költséget. A költségmegosztó elszámolás gyanán. Ennek ellenére én kigyűjtöttem a szövetkezetünknél tapasztalható elszámolásokat. És ott meg szerepel ez az összeg? Igen. Mindjárt majd menet közben előkerül. Ott szerepel egy összeg, igen. Úgy ugyanaz igen. Az összeg, akkor ezek szerint ott szerepel. Ez nagyon érdekes, mert mondtam, hogy nálunk már 2001-ben beszerelték, hogy megkérdeztem azt is, hogy milyen jogszabály írta volna elő azt, hogy 2001-ben a költségmegosztókat fel kellett volna szerelni. Hát hivatkozik a 2005-ös távfűtési törvényre, ami eléggé aggályos. Itt írjam, hogy 15-25 millió forintot szám átlátható. Tehát nézetem szerint az önök teljesen felesleges, átláthatatlan újraosztásra a kifizetett évi 15-21 millió forintért fűtést kapnánk, sok gond megoldódna. Szeretnénk végre megszabadulni a nagyon költséges, nem költséghatékony költségmegosztóiktól. Megkérdeztem azt, hogy a lépcsőházi fűtéseket hogy számolják el. A Tehemtől a következő választ kaptam. A lépcsőházi radiátorokra nem került a felszerelése a fűtési költségmegosztó készülékek, így a lépcsőházi fűtés jelenleg a légtérfogat arányában felosztott fűtési hőfogyasztásban van elszámolva. Tehát a légtérfogat arányosan felosztott fűtési hőfogyasztás az nem más, mint a lakásra a kiszámolt fűtésdíj. Ez itt elég zavaros a Tehemből, nem olyan világos. A Széphőtől kapott válasz az már sokkal egyértelműbb, mert a Széphő azt írja, hogy a lépcsőházakra alapdíjat számlázunk, a lépcsőházi fűtés hődíját a lakások között felosztásra kerülő hődíj tartalmazza. Tehát a Széphő szerint mi lakókra osztják rá, mi lakásainkra a lépcsőházi fűtés hődíját. Nem tudom, nekem azért ez logikusnak tűnik, tehát nyilván azt szét kell osztani. De most a csavar az egészben. A Farkas úr 17. november 28-án a következőt közli. A lépcsőházok fűtése két részből áll, alapdíjból és temporálási díjból. Ennek mértékérő számítási metodikájáról a számlát kibocsátó Széphő ZRT-től tud információt szerezni. Hát a Széphő ZRT szerintem a haját tépni, hogyha ez ügybe hozzáfordulnak, mert tulajdonképpen az elszámolások igazgatósági határozat alapján a Tehem végzi. A Széphőnek csak az a dolga, hogy a Tehem által kiszámolt összegeket a lakók fele kipostázza és beszedje a díjat. Tehát itt nem lehet átpasszolni a Széphőre a felelősséget. Neki ebben semmi felelőssége nincs a megítélésem szerint. És most jön a lényeg, Farkas úr válaszában, a lépcsőházi fűtések minden esetben az üzemeltetési költségek között vannak elszámolva. Tehát ez azt jelenti, hogy az
az általunk befizet, tehát a hődíjat minden lakó maga fizeti. Az teljesen független a közös költségtől. A közös költség az két részből tevődik össze, a felújítási és az üzemeltetési költségből. Ezek szerint az üzemeltetési költségekben is elszámolják a lépcsőházi fűtést? Kérdés. Nem tudom. Tehát, de ezt te föltette egyébként már a szövetkezetnek, ezt a kérdést? November 28-án született meg a Farkas úrnak a válasza. Tehát, tehát majd felteszem a kérdést. Ami itt mindenképp a tagságnak tisztába kell lenni azzal, hogy a 2005 évi 18. törvény, amely a távszolgáltatásról szól, annak a 43. paragrafusának az első bekezdése az egyértelműen, világosan kimondja. A szolgáltatott felhasznált távhődíjának elszámolása hiteles hőmennyiség mérés alapján történik. Tehát itt a hitelesen van a hangsúly. A tehem költségmegosztója nem hitelesített mérők. Tehát ezek alapján egyetlen egy hiteles mérő van, a széphőnek a mérője. Na és most jön a további részlet. Azt mondja, hogy ennek a távfőnek az ötödik, tehát ezen paragrafus ötödik pontja azt mondja, hogy a felhasznál távfő mennyisége épületrészenként, például lakásonként is mérhető és elszámolható, ha a felhasználók a távfő mennyiségének hiteles mérésére alkalmas mérőeszköz felszerelését, valamint a használói berendezés ehhez szükséges átalakítását a saját költségükön az épület valamennyire épületrészében megvalósítják, és hiteles mérés feltételeit folyamatosan biztosítják. Ebbe kettő olyan pont van. Tehát az, hogy az épület valamennyi épület részében ezt a szövetkezet megszegte, mert például a mi háztömbünk Salétom 19-ben a Rákóczi útfele eső lakásoknak a nagyszobájában van egy kis előrész, abban az előrészben van egy radiátor, és azokon nincs például költségmegosztó. Tehát itt a törvénnyel is, törvényben lefektetett dolgokkal is gond van. Másrészt ez nem hiteles mérő. Azt mondja, hogy 1991 évi mérésügyi törvény azt mondja, hogy joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok jogát érinti, különösen a mérési eredményt mennyiségi tanúsításra, szolgáltatás mértékének megállapítására vagy hatósági ellenőrzésre használják. A joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy a használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni. Na már most. Tehát ez kimondja egyértelműen, hogy hitelesnek kell lenni. A tehem költségmegosztói nem hitelesek. Tehát nem is lehetne ezek alapján az én megítélésem, véleményem szerint elszámolni a költségeket. Én ezt értem, viszont egy kérdésem most így felmerült, ugye beszélgettünk az elején, azt említette, hogy 2021-ig van a pályázat szerint kötelezettség arra, hogy fönt legyenek ezek a mérőeszközök. Akkor most akkor ezeknek fönt kell lenni, vagy nem? A pályázat miatt ez most kötelezettség önöknek, vagy nem? Nem tudjuk. A Farkas Béla azt mondja, hogy amennyiben leszerelnénk, akkor itt vissza kellene. Azt hiszem, Tettinger úr tett egy ilyen kijelentést. Mert gondolom, ez sokakat érdekelne, hogy most akkor ezzel például mi lehet a helyzet. Ha jól emlékszem, igen, itt van. Mert én úgy gondolom, tehát, hogy nyilván, hogyha egy pályázat is ebben szerepel, akkor lehet, hogy szankció jár érte. A Ettinger is van, az egyes számú lakásfenntartó szövetkezeti jogi képviselő hozzátette a házak energiatakarékos feljújtási pályázatánál. Így újult meg szinte kivétel nélkül az összes fehérvári panel. A lakóközösségnek kötelezettséget kellett vállalnia. Nem kérdeztek meg, ez a probléma. Nem kérdeztek meg bennünket. Tehát úgy vállalt a szövetkezet kötelezettséget a mi nevünkbe, hogy nem kérdezett meg, és itt a jogsértés, az én véleményem szerint. Hogy a beépített eszközöket legalább a szerződésben rögzített ideig használja, különben vissza kell fizetni a támogatást, vagy annak egy részét. Ez az időpont a sok fehérvári ház esetében 2021. Felháborító. Na most, előbb szóba kerültek itt a költségek, és most itt, mikor itt kerestem, találtam
egy papírt. Én kigyűjtöttem, hogy hogy történtek a fűtés, a költségmegosztó elszámolások a szövetkezetnél. Mondom, már 2001-ben meg volt a költségmegosztó. 2001-től 2011-ig nem tudni, hogy hová számolták el a díjakat. A küldőgyűlési anyagból nem derült ki. Én már 10 körül rendszeresen firtattam, ezért 11-ben már megbontották, tehát van vízfűtésszerelői munka és költségmegosztói költségeket számoltak el. Itt van, hogy 2016-ban 21 millió 418 ezer forintot számoltak el a költségmegosztóra. Ezt cáfolta Tófalvi úr. Nem tudom, hogy milyen alapon, hogy ez képtelen nonsens ez az összeg. Hát a küldőgyűlési anyagunkban ez szerepel. Ez azért lehet, hogy a tehem nem kapott ennyit, mert állítólag a leolvasásokat a szövetkezet végzi. Ezzel a leolvasásokkal kapcsolatban is már többször a szövetkezethez fordultam, határozottan tagadta, hogy nekik semmi közük nincs hozzá, míg aztán a tehemtől kaptam 2014-ben egy olyan levelet, hogy kötöttek egy külön szerződést a szövetkezettel, és a szövetkezet elvállalta a leolvasást. Akkor aztán utána már a szövetkezet nem tagadott. Na már most. Ha összeadjuk a költségeket, tehát nem tudjuk, hogy a vízfűtésszerelési díjakból mennyi volt a költségmegosztó díja, de hogyha például 2011-16 között összeadjuk, akkor körülbelül 150 millió, több mint 150 millió forint vélelmezhetően elúszott a felújítási alapunkból. De, hogyha megnézzük, hogy 2001-től kezdődően akkor megvetették velünk a használhatatlan ampullásat, azt utána kicserélték digitálisra, majd a digitálist is kicseréltették rádiósra, tehát ezek a költségek az én véleményem szerint 300 millió forint körül, vagy a fölött is lehetnek. Tehát ha ezeket az összegeket akár fűtésre, akár felújításra használtuk volna, nem lenne ilyen. Mit akarnak most tenni, most így műsorunk végén? Mi a terv? Hát nem hagyjuk annyiba. Ezt tisztázni kell. Ezt mindenképpen tisztázni kell. Annál is inkább, mert Sauter úr például itt a tévében is bent volt, és kijelentette azt, hogy sajnos a 30-40 esztendő épült panelépületek nem alkalmasak arra, hogy azokban a lakásonkénti hőmennyiségmérésre osszák meg a költségeket. Tehát nem csak mi vagyunk, a szakemberek is azt mondják, hogy itt komoly aggályok vannak. Tehát mindenképp azt szeretnénk elérni, de ez országos viszonylatban van. Tehát, hogyha én hoztam olyan újságcikkeket, ami Szegedről, a szegedi panaszok. Tehát több helyen is akkor ez tapasztalható. Igen, Miskolcon. Itt elhoztam azt a cikket, amiben Tófalvi úr engem cápolt, hogy soha nem volt olyan, hogy 560 ezer forintos pólszámlát bocsátottak ki. Hát itt van, maga Tófalvi úr is nyilatkozott a cikkbe. Tehát nem tudom, hogy miért tagad a tehem, és nyilván, hogy megértem, hogy egy gazdasági KFT, akinek profitra termel, tehát minél többet el akar adni. De akkor legalább olyan terméket adna, ami használható is. Akkor tehát a folytatás nem hagyjuk, azt, hogy nem hagyják, és folytatjuk. A jogi útra terelik az ügyet? Vagy megnézzük, hogy tulajdonképpen a jogi útnál az a probléma, hogy a bizonyítási teher minket illet. A szövetkezetnél pedig bevett szokás az, hogy a cégbíróságra is beadnak hiteltelen, tehát tagadnak, olyan tanukat sorakoztatnak fel, akik aggályos tanúvallomásokat tesznek. Tehát a szövetkezet szája íze szerint vallanak. Tehát a bizonyításhoz tények kellenek. Nagyon-nagyon nehéz bármiféle információhoz hozzájutni. Hát például én képtelenség volt megjutni a tehemszerződésekbe a mi háztömbünket, pedig az alapján keletkeznek a fizetéseink. Első fokon megítélték, másodfokon megítélték, hogy ki kell adni a szövetkezetnek, mind a mai napig nem adtam ki. Kúriához fordult az ügybe is. Tehát várjuk akkor Isten malmai lassan őrülnek. Várjuk a fejleményeket, köszönöm, hogy itt volt. Mi is köszönöm.
Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, köztérrel legközelebb egy hét múlva számítunk majd a figyelmükre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!